az elmúlt évek minimálbér emelkedésének következménye, hogy azok a munkavállalók több pénzt vihettek haza, akik ezen a bérszinten voltak. A másik oldalon viszont a kormány nem hagyja magára a szociális területet, és azok az intézmények, akik ilyen dolgozókkal dolgoznak, azoknak a munkáltatói terheit átvállalja a kormány. A mostani döntésével az elmúlt évek minimálbér növekedését odaadja egyszeri döntések helyett normatíva emeléssel az intézményeknek. Ez azért jó, mert az intézmények innentől kevesebb adminisztrációval, egy stabil és kiszámítható, tervezhető jövővel tudnak gondolkozni, és egyúttal a minimálbérből emelkedő növekedést az intézményi költségvetésükben a 2020-as költségvetési javaslat értelmében törvényi garanciával fogják megkapni a jövőben. Ez vonatkozik az önkormányzati, egyházi és civil fenntartású intézményekre, amelyek a hazai szociális és gyermekvédelmi ellátás mintegy kétharmadáról gondoskodnak.